Megteltek a Béla király téri római katolikus templom padsorai Szekszárdon. Az ökumenikus imahét keretében a Tolnai vármegye székhelyen először Kaszó Gyula református lelkész hirdette az igét. Az eseményt évről évre a Krisztusban hívők egységéért szervezik meg világszerte. A programsorozat célja, hogy megerősítse a szétszakadozott keresztény egyházak közötti kapcsolatot. Szekszárdon ez úgy valósul meg, ez is egy több éves tradícióra visszatekintő sorozat, hogy napról napra más helyszínen, mindig más vendéglátóval és más igeszolgálóval találkoznak a közösségek. Ez azt jelenti, hogy senki nem a saját helyszínén szolgál, hanem mindenütt vendégként vagyunk. Krisztus is vendégségbe jött a saját világába, és így érezzük magunkat itthon, mindegyik lelki otthonban mi is. Irgalmasság! Isten jó, amivel eláraszt minket az Úristen. Ma is irgalmas volt hozzánk. Az ezévi imahét anyagát az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa készítette. A kiemelt téma ezúttal az igazságosság és a béke. Ők választják ki az alapigét is, ami most Ézsaiás próféta könyvének első fejezetéből van. Ők osszák be a napokat is, adnak javaslatokat az igékre, és így ez azt jelenti, hogy az egész bolygón mindenütt tulajdonképpen ugyanaz a szentírási szakasz kerül oda a testvérek elé. Ez is egy egybekötő kapocs egymással és az Úristennel. Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg. Az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt. A program Magyarországon több évtizedes hagyományra tekint vissza.